Sziasztok! Lina videója után most én is elkészítem nektek a 25 random tény rólam című videót. Úgyhogy ha szeretnétek megtudni 25 random tényt Panni életéből, akkor... Az első tény, hogy nem szeretem magával a tejet, se melegen, se hidegen. De hogyha van benne műzli, vagy kakaópor, vagy tejföl, vagy joghurt, vagy bármilyen más tejtermék formájában van, akkor szeretem, és nem tudom, hogy miért, már próbáltam, egyszer melegítettem magamnak egy bögrényi tejet, és egyszerűen nem bírtam lenyelni, és nem tudom, hogy ez mitől van, már találkoztam más emberrel, aki szintén nem tudta meginni magában a tejet, de ő se tudja szerintem, hogy miért. Egyszerűen csak a tej íze magában ilyen, A második random tény, hogy szeretnék majd tetoválást, ezt csak azért mondom, mert Lina azt mondta a videójában, hogy ő nem szeretne, mert szereti a változatosságot, amit egyébként én is szeretek, de a tetoválás olyan dolog, ami valamiért nagyon tetszik, nekem is biztos, hogy szeretnék majd egyet. Hogyha lesz valami olyan dolog, aminek nagy jelentősége van az életemben, és meg szeretném örökíteni magamon, mert szerintem tök jól néznek ki, úgyhogy. A harmadik tény, hogy döntésképtelen vagyok, amit szerintem mindenki tud rólam, aki ismer. És azt, hogy döntésképtelen vagyok, az nem tudom, hogy miért van, de velem vásárolni kész rémálom, tehát nekem minimum fél óra kell, hogy eldöntsem, hogy két szürke árnyalat közül melyiket szeretném megvenni, mert egyszerűen mindent mérlegelek, így magamban pro és kontralista, és egyszerűen nálam nincs olyan, hogy ilyen gyors döntés, ritkán, nagyon ritkán van az csodaszámba megy, de egyébként nem is csak vásárlásnál, hanem úgy egyébként bármikor az életemben, hogy én gyorsan döntsek, és aztán ne gondoljam meg magam háromszor, olyan nincs egyszerűen. A negyedik tény rólam, hogy nagy éhező, például a fangirl vagyok, és én magamra nem használom azt az ötöt, hogy fangirl, mert eleve nem szeretem, meg nagyon sok sorozat van, vagy énekes, vagy zene, amit imádok, de ez egy külön kategória, tehát erre muszáj azt mondanom, hogy ez az egyetlen, hogyha kell választani, ez az egyetlen biztosan, amit imádok. Megszállott vagyok, tehát hogyha meghallom a háttérzenét, akárhol felismerem, és nem is tudom elmondani. És nem is csak a film, hanem a szereplők is, tehát nekem a YouTube keresésem az tele van Josipher Funny Moments videókkal, Josipher, Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, minden egyes videót megnéztem már róluk, és nekem senki abból nem tud újat mutatni, tehát se új interjút, se új Funny Moments videót, mert mindet láttam és mindet imádom, úgyhogy... Az ötödik tény rólam, hogy kiskoromban nem néztem Disney csatornát, ott a napokán, és nem tudom, hogy miért, nem tudom, hogy mit csináltam helyette, de ez most jött vissza tulajdonképpen, most, hogy 18 éves vagyok, mert az összes barátnőm tudja, hogy mely sorozatban kik voltak a szereplők, kik voltak a színészek, a zenéket felismerik belőlük, a történetet tudják, minden, és én meg nulla, semmi, és olyan hátrányban részesülök emiatt, hogy el se hiszem. A hatodik tény a tésztákhoz kapcsolódik, ugyanis én csak a spagetti tésztát szeretem. Azt mondjuk bármilyen feltétel, és tudom, hogy az összes többi tésztában is ugyanazok az alapanyagok vannak, de hogyha elém raknak egy tár masli tésztát, vagy ilyen kis kocka tésztát, vagy a legrosszabb az a kis ceruza tészta, vagy mi az, ami ilyen kis henger alakú és ilyen hegyes a vége, én azokat nem bírom megenni. Úgyhogy igazából ez egy érdekes tény rólam. A hetedik tény rólam, hogy még sosem kerültem kórházba, se kartöréssel, se más bármilyen csonttöréssel, se műtét miatt, se belső, tehát nem történt velem egyszer se olyan baleset, ami miatt kórházba kerültem volna. A nyolcadik tény rólam, hogy utálom az úszást és a futást, mert egyszerűen kifulladok közben, és ugyebár Lina említette az ő videójában, hogy ő meg pont, hogy szereti a futást, szeret futni, mert közben gondolkozik, meg zenét hallgat, meg minden. Amit én nem tudok megérteni, mert én amikor futok, akkor csak arra tudok gondolni, hogy megfulladok, hogy nekem ez nem rendes dolog, hogy én így megyek levegőt, ilyen gyorsan, vagy így. Én nekem a tüdőm nem bírja. És az úszás ez ugyanez, nekem rendszeresen telement a szám meg az orrom vízzel, amikor úszni jártam. A kilencedik tény rólam, amit mindenki tud, aki ismer, hogy hihetetlen mértékben képes vagyok enni, hogyha van körülöttem olyan kaja, amit szeretek, ami általában van, és nincs olyan pillanatom, amikor azt mondanám, hogy nem szeretnék enni. Persze ez attól is függ, hogy mennyire, de például egy zacskó chipset az bármikor be tudok nyomni. A csoki ez egy kicsit neccesebb, de egyébként így
rám mindig lehet számítani, hogyha van valami elfogyasztani való kaja. A tizedik tény rólam, hogy imádok bármit, ami kókoszízű vagy illatú, és ez egy eléggé új dolog, kb. Tavaly óta van, hogy nem tudom, a kókusz illata csak annyira ilyen, nagyon jó, nem tudom, hogy még ki szereti a kókusz illatot, de szerintem fantasztikus, és a kókusz ízű dolgok is, tehát a kókuszos kávé például, vagy ugye egyébként bármi, amiben kókusz van. A 11. tény rólam, hogy félig vagyok csak magyar, ami úgy lehet, hogy apukám bosnyák származású, ő jött Magyarországra és itt találkozott anyukámmal, és évente egyszer kimegyünk Boszniába meglátogatni a nagymamámat, de egyébként, mivel apukám kiskoromban mindig bosnyákkor beszélt hozzám, ezért megértem a nyelvet, viszont beszélni nem annyira tudok, tehát ilyen alap dolgokra tudok mondani, hogy boldog szülinapot, ami a Sretár Agendán, vagy add ide a kenyeret, ez a Daj mi chleb, vagy most kezed, peri róka, vagy rúka, nem tudom, így változik a vég a szalapnak, meg a színeket tudom, hogy zelenom, zsúto, plávo, crveno, crno, bélo. Szóval ilyen alapszavakat. A 12. tény rólam, hogy nincsen semmi énekhangom, tehát tényleg nulla, és tudom, hogy azt mondják, hogy az énekhangot lehet fejleszteni, de én szerintem reménytelen vagyok, tehát egyszerűen én nem tudom eltalálni a hangokat, ahogy jönnek egymás után, borzalom. Aki hallott énekelni, azt tudja. Szegény családom, szegény barátnőim. A 13. tény rólam, hogy valamiért nagyon fényes a homlokom, ami általában nem látszik, mert rárakok egy kiló púdert, de valami nem tudom, hogy mitől, és nem mondanám azt, hogy zsírosott a bőröm, mert az arcomon nem, tehát csak a homlokom, és mint egy tükör így vissza a napfényt. A 14. tény rólam, hogy nagyon időjárás függő a hangulatom, ami abból áll, hogyha süt a nap, akkor nagyon jó a kedvem, és nagyon motivált vagyok, és fú, és hogyha nem süt a nap, akkor pedig egyszerűen így sokkal alacsonyabb szinten nem vagyok depis, és nincsen egész nap rossz kedvem, de valahogy így, tehát konkrétan novembertől február végéig így elvegetálok a rossz időben, mert ugye akkoriban ritkán süt a nap, de amikor jön a tavasz, és egyszerűen csak így napfény, tavasz nyáron a kedvencem. A 15. tény rólam, hogy nekem is van kontaktlencsém, ugyanúgy, mint Linának. A 16. tény, hogy szeretem a horrorfilmeket, és ugye nagyon sokan félnek nézni horrorfilmeket, vagy nem szeretik, meg mit tudom én, de nekem nem tudom, hogy miért, és sokan kérdezték már, hogy miért van ilyen vonzódásom, hogy én ezeket szeretem, tehát az American Horror Story sorozatot is imádom, a Kört egyedül megnéztem itthon még 9-ben, és bármi, amilyen ijesztő, egyszerűen csak úgy, lehet, hogy az adrenalin miatt, nem tudom. 17. tény rólam, hogy utálom visszanézni magamat videón, vagy hallani a hangomat, nagyon fura, már kezdek hozzászokni a videózás miatt, de az, hogy megvágom a videót, az nekem elég, hogy így Jézusom, miért beszéltem így, miért csináltam ezt, miért így mondtam. Fura vagyok. A 18. tény rólam, hogy egy évig csak arra használtam a Facebookot, hogy játszak rajta, amikor 13 évesen csináltam magamnak Facebookot, akkor titokban csináltam, mert nem akartam, hogy a szüleim tudjanak róla. És igazából semmit, tehát üzeneteket gondolom írtam embereknek, meg ilyesmi, de volt egy ilyen szigetes játék, amin ugye gazdálkodni kellett, és én csak azt csináltam, tehát bejelentkeztem Facebookra, és játék. És ebből állt szerintem kb. Egy évig az én Facebookos jelenlétem. 19. tény, hogy kedvenc zöldségem a paradicsom, amiből bármennyit meg tudok enni egyszerre. Nyáron akkor ugye sok paradicsom van, és általában így azt szoktam vacsorázni, vagy van, hogy így uzsízni, vagy akármikor. A paradicsom bármikor jöhet. A 20. tény, hogy az igazi keresztnevem Anna, de csak azért neveztek el Annának, hogy Panninak becézhessenek, és igazából senki nem szólít Annának. Oviban Panni voltam, és aztán amikor általánosba mentem, akkor kitaláltam, hogy én inkább Anna szeretnék lenni, mert az egy komolyabb név. Úgyhogy akkor 4 évig Anna voltam, és mindenki Annának szólított. És aztán utána a következő suliaimban pedig mindig Panni voltam a tanároknak és mindenkinek, úgyhogy igazából az Anna az egy elég idegen név nekem. A 21. tény rólam, hogy van egy fóbiám, mégpedig a tágterektől való fóbia, aminek most nem jut eszembe, hogy mi a neve, de van egy ilyen, ami pont a klaustrofóbiának az ellentéte. És az a lényeg tulajdonképpen, hogy annyira egy az életben nem jön elő, de vannak helyzetek, amikor például 3D-s szemekkel néztem egy ilyen felvételt, amin az műrt mutatták, és annyira bepánikoltam, egyszerűen csak éreztem, hogy pánik. Nagyon nem tudom leírni az érzést, de soha nem szoktam ilyet érezni, csak akkor, amikor hirtelen félek ezektől a tágterektől, vagy pedig a végtelen gondolatától. Tehát a végtelen az
akkor hirtelen el kell terelnem a gondolatomat, hogyha eszembe jut az, hogy valami végtelen, és elkezdek agyalni rajta, hogy hogy lehet valami végtelen. És a tágterek is, ez igazából inkább álmaimban szokott lenni, ilyen olyan tágtér, ami nagyon-nagyon ijesztő, mondjuk egy ilyen meredek lépcsősor, és minden csak tágas, de az életben nem annyira, tehát hogyha mondjuk kiraknak egy mezőre, akkor attól nem félek, ez nem ilyen dolog, hanem a hatalmas dolgoktól félek igazából, az ilyen tényleg hatalmas dolgoktól. A 22. tény, hogy németül tanulok 12 éve, de még mindig csak A2-es szinten vagyok belőle. Ami úgy történt, hogy ugyebár alsóban nem tanuljuk annyira komolyan még a nyelvet, aztán felsőben a 4 év alatt 3 tanárom volt, amiből 2 kb. Semmit nem tudott tanítani, és egy pedig, hát akkor még mindig csak 5-es voltam. Aztán gimiben ugye 1 évet voltam 0-ban angolon, utána pedig előről kezdtük egy tanárral németet, aki csak 1 év volt eszám következőben megijött valaki, akivel szintén előről kezdtük, úgyhogy ha így nézzük, akkor most tanulom 2. éve ezt a csodálatos nyelvet. A 23. tény, hogy szinte sose írok rá emberekre, és van, hogy órákig elfelejtek válaszolni. Ami tudom, hogy nem egy ritka dolog, hogy valaki nem válaszol órákig, mert például Instagramozok, és akkor ugye van egy kis messenger buborék, ami egyszer csak eltűnik, és elfelejtem, hogy valaki írt nekem. És aztán pár órára később jut eszembe, hogy basszus, nekem írtak, és akkor válaszolok, de van olyan is, hogy ha mondjuk sokakkal beszélek, hogy valakinek elfelejtek visszaírni, és akkor napokig nem írok, és aztán akkor jut eszembe, hogy Jézusom, neki kellett volna. És egyébként azért nem írok rá emberekre, mert valahogy nem jut eszembe, és nem azért, mert nem szeretnék beszélgetni, mert ha valaki rám ír, akkor tök jól elbeszélgetek vele, de egyébként az tőlem nagyon ritka, hogy valakire ráírjak. A 24. tény rólam, hogy van olyan nap, hogy egész nap csak pizsamában vagyok, hogyha nem mozdulok ki a házból egész nap. Tehát, hogyha mondjuk felkelek szombaton, és tudom, hogy ma nem fogok semmit csinálni házon kívül, akkor egyszerűen csak nem látom értelmét, hogy én felöltözzek, tehát most kinek vagy miért. A pizsama egyébként is a legkényelmesebb ruha a világon, és akkor így otthonabban főzök mondjuk, vagy sorozatot nézek, vagy tulajdonképpen bármit, de egyszerűen csak nem akarok átöltözni. A 25. és egyben utolsó tény, hogy mindig hordok fülbevalót, és nagyon furán érzem magam, hogyha elfelejtek reggel berakni. Most is van fülbevalóm, ugye? És egyébként, hogyha nem ilyen karika, hanem ilyen kis beszúrós, akkor van, hogy napokig abban is alszom, ami eléggé tud befködni, de mindegy. Egyébként még a gyűrűk azok, amiket nagyon szeretek hordani, mert nem tudom. De viszont karkötőket nem, és szinte sose hordok, mert nekem arra nincs időm reggel, hogy én ott egy kézzel próbáljam becsatolni, és valahogy soha nincsen ahhoz kedvem, úgyhogy igazából a fülbevaló az, ami állandóan van a fülemben. Ezzel is érkeztünk a 25 random tényes videó végére, remélem, hogy eléggé randomok voltak ezek a tények, és hogyha van közületek bárki, akinek van hasonló random ténye, mint amit én elmondtam, akkor nyugodtan írja le kommentbe, ugyanis kíváncsi vagyok, hogy kik azok, akikkel ilyen random dolgokat osztunk meg, és nagyon remélem, hogy tetszett nektek a videó, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!